Hodosi Péter 2003 óta fut maratont, és ennek köszönhetően 19 országba jutott el. Minden saját maga szervez, nincs klubja és edzője sem. A 100 lefutott maraton értékét növeli, hogy Péter 35 éve cukorbeteg. A hosszú távfutást előadások és könyvek segítségével is népszerűsíti. A bostoni maratont a 4 évvel ezelőtti versenyen történt robbantások miatt szigorú biztonsági intézkedések kísérték. A szülőfaluját, Csallóközkürtöt és a sokáig lakhelyéül szolgáló Dunaszerdahelyt képviselő futó ennek ellenére életre szóló élményekkel gazdagodott. Időeredménye a nagy melegben 3 óra 47 perc 11 másodperc volt. Életem legnagyobb álma volt a bostoni maraton, ami a világ legöregebb alapítású maratoni futóversenye, és hát 124 év tapasztalata van benne ebbe a futóversenybe. Én úgy gondolom, hogy minden maratonfutónak titkos álmai között szerepel az, hogy futhasson Bostonba. Maga az egész város, akár csak Kassán, ugyanúgy Bostonba is együtt él a maratonnal. Tehát az egész hétvége látható, hogy mindenki szinte önkéntesektől kezdve mindenki együtt él ezzel a versennyel. A sportember idén még a Kassai Békemaratonon és a Budapest Maratonon szeretné teljesíteni a több mint 42 kilométeres távot.